Hogyan ismerkedtél meg az Antónióval? Aki meghalt? Igen. Gellért uszodába. Mentem fel az egyik barátnőmhez, aki ott lakik. És akkor ők ott álltak az úton. A kocsival, és én csak a kocsit láttam, és akkor mondta a barátnőm, hogy van itt két nagyon helyes olasz fiú. És akkor mondom, hogy mutassa meg, hogy is ne, ő nem mutatja a szemét. És akkor kis idő múlva kijöttek, és akkor én ott beszélgettem ezzel a barátnőmmel, ők már ismerték azt a kislányt, és akkor kérdezték, hogy hova megyek, és olaszul kérdezték, én meg hát olaszul válaszoltam, és mondták, jaj, de jó, hogy beszélek olaszul. És akkor kérdezték, hogy nem innánk egy kávét valahol, és mondtam, nem, nekem haza kell menni. És akkor mondtam, hogy vigyenek haza, és akkor hazavittek, és másnap találkoztunk, és kérték, hogy hozzam el valamelyik barátnőmet, és akkor a Peggyvel mentünk, Piccolóba találkoztunk. Egy milyen srác volt az Antónió? Egy nagyon csinos fiú volt, és így a lányokat könnyen meg tudta szerezni, és állati csinos volt, szép Mercedes-szel, és barátjával. Mercedes kék, nem tudom milyen, dízel azt hiszem. Azért jött ide állandóan, hogy lányokat itt jól meg, minden lányt megkapott magának. Másképpen Olaszországban olyan nincs, hogy akárki, akivel lefeküdjön, és vele mindenki. Persze. És mikor már itt volt 10-szer egy évben, akkor megkérdeztem tőle, hogy hát mégis mondta, hogy miért jössz. És akkor mondta, hogy hát neki megéri, hogy ide jön, ő neki sokkal jobb itt, mint Olaszország, mert Olaszországban egy nulla. Máskönben én biztosítási ügynök volt. Én pár napig ismertem, és utána én összevesztem vele. Miért? Hülyeségei most már teljesen akkor az idegeire mentek. Azért az furcsa, hogy állandóan más lányokkal, meg ezt nem is lehet csinálni. Ez az Antónió, ez az alfás. Ez milyen srác? De ez egy nagyon rendes köpeknek nézett ki, de az is, szóval más, mint az Antónió. Persze ő is elég dél-olasz, és azokon is valami jó vélemény itt. Mikor jön legközelebb? De azt hiszem most májusban lesz egy autóverseny. Itt Pesten lesz tartva a Városligetnél, és ő fog indulni. De közben még itt volt karácsony, amikor jött a másik olasz fiú. De hát elég ciklu volt, mert és akkor ő aznap este megkérte otthon a kezemet. És akkor az Antónió. Persze az anyám az teljesen kiborult, hogy ebből elég, és minden olasznak vége, és akkor kérdezi tőlem az Antónió, hogy hát áprilisban lesz az esküvő, akkor majd én meg akarom látogatni ezt a livornói fiút, a nénit, és mondom, arra nem kell sokat várni, hát holnap itt lesz. És mondja, hogy mit csinálok? Hát mondom, nekem jobban tetszik most a Livorno, és nem lehet azt csinálni a livornói fiúval, hogy ő itt volt már 10-szer, és hogy most nem. És nem is vesztünk össze, és akkor mondta, hogy hát gondoljam meg, minden, az a livornói, vagy ő, és akkor mondtam, hogy a livornói. És akkor a nini itt volt egy hétig, de közben az Antónió állandóan telefonálgatott, hogy mi van velem, meg persze nem voltam soha otthon akkor. És akkor elmúlt egy hét, és akkor én bementem a belvárosba, és ott láttam a barátját, az Antónió barátját, és akkor mondta, hogy hát ezt csináltad az Antónióval, és az Antónió egész oda volt miatta, és akkor mondta, hogy de mindjárt jön az Antónió, várd meg, én nem várom, mert én nagyon féltem. És akkor tényleg jött az Antónió, és akkor mondja, hogy beszélni akarok vele, gyere be a kocsiba, és akkor berángatott a kocsiba, és akkor mondta, hogy ő vele ezt még egy lány se csinálta, és hogy ő még egy lánynak se kérte meg a kezét, és hogy én mit képzelek, és mondom, hagyj engem béke, engem nem érdekel. De és akkor közben itt volt megint a Livornói a nini, és akkor ő ezt közölte velem, hogy mi lesz, és akkor gondoltam, hogy hát ha a nini nem, hát jó lesz az Antónió. De és úgy néz ki, hogy akkor elvesztél egy feleséget? Igen, úgy néz ki, hogy akkor szeptemberben lesz az esküvő. De és te szívesen kimennél hozzá? De szívesen. Mentek már barátnőim úgy férhez olaszokhoz, és azoknak mind nagyon jó. Nagyon jó, igen. Magyar srácok? Hát magyar srácok, azok már nem tetszik általán. Miért? Hát, hogy ide jönnek az olaszok, és akkor mondjuk jár egy lányjal, és az a lány inkább elmegy az olaszokkal, mint hogy vele találkozzon. És akkor őt inkább van, persze. És ő talomba teszi, vagy? Tehát, nem tudom, mit csinál. Én itt nem járok magyar sráccal. Mikor járt autójára magyar sráccal?
2 éve. És nem hiányzik? Nem.